A szeretettel köszöntelek benneteket. A Péter második leveléből szeretnék felolvasni egy részt, mégpedig mindjárt az elejétől kezdve. És ezzel arra szeretnék benneteket inspirálni és sarkalni, hogy mennyire jó, hogyha az Isten igéjével közösségben vagyunk, illetve mennyire jó az, hogyha megismerjük Istent. És én különbséget szeretnék tenni abban, hogy van egy ismeretünk Istenről, és aközött, hogy megismerjük őt. Mert hogy sok esetben az emberek általában ismeretet szereznek valamiről, vagy valakiről, de addig, amíg személyesen nem találkoznak vele, vagy személyesen nincsenek vele kapcsolatban, az egészen más forma. Ez ugyanolyan lehet, mint amikor levelezek valakivel, most ugye ez népszerű, az interneten keresztül folynak ezek a csetelések, és levelezek valakivel, egész más, mint amikor személyesen találkozom vele, és azok a benyomások teszik igazán teljessé, vagy éppen ellenkezőleg lehúzzák azt, amiről nekem volt egyfajta véleményem. És én ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy ige szakaszt, és akkor utána egy-két dolgot ezzel kapcsolatban mondani nektek. Tehát a Péter másik levelének az első részéből olvasnék, a második igétől, és akkor egy ideig haladva. Mind több, és több kegyelem és békesség töltsön be titeket azáltal, hogy Istent és Jézus, a mi Urunkat személyesen és egyre mélyebben megismeritek. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez és Isten szolgálatához szükséges. Úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt, aki a saját dicsőségével és csodálatos tetteivel hívott el bennünket. Ezek által igen nagy és értékes áldásokkal ajándékozott meg bennünket, ahogyan megígérte. Ezeket az áldásokat pedig azért adta, hogy saját isteni természetének részesei lehessünk, és a világban lévő romlottságtól elmenekülhessünk. A romlottság gyökere az olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul. Mivel ilyen nagy áldásokat kaptatok, teljes erővel törekedjetek arra, hogy a hitetek mellett fejlődjön ki bennetek a jóság, tudás, mértéktartás, türelem, istenfélő magatartás, a testvéreitek iránti kedvesség és az isteni szeretet is. Ha mindezek a tulajdonságok megvannak, és egyre jobban erősödnek bennetek, akkor segíteni fognak abban, hogy eredményesek és hatékonyak legyetek. Ugyanakkor elvezetnek benneteket Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésére is. Eddig szeretném. És egy picit az Ervinhez kapcsolódva, amiket ő mondott, mégpedig egy olyan kijelentést szeretnék újra felemelni, ami számomra is nagyon fontos és erős volt. Mégpedig az, hogy az Istennel való közösség az attól is függ, hogy milyen hatékony, hogy az Isten igéjével milyen közösségben vagy. Tehát nem azért fontos az Isten igéjét olvasni, hogy üdvösséget szerezzél, hogy üdvösséget kap. Természetesen arra vezet téged, azok, akik nem ismerik őt, hogy üdvösségre jussanak. De a hatékonyság szempontjából és az eredményesség szempontjából nagyon fontos az, hogy az Isten igével közösségben legyünk, és olvassuk a Bibliát. Ami ebben a részben engem igazán megérintett és nagyban befolyásolt, az az, hogy az első résznél, hogy mind több és több kegyelem és békesség töltsön be titeket azáltal, hogy Istent és Jézust, a mi Urunkat személyesen és egyre mélyebben megismeritek. És én azt látom, hogy a megismeréssel párhuzamban van a kegyelemnek a növekedése az életünkben. És ezt azért mondom, mert hogyha ismeretet teszünk szert Istenről, én azt látom, hogy az ige is azt mondja, hogy az ismeret felfogalkodottá tesz. De ahogy megismerjük Istent, és az Isten megismerése az Isten szívével való közösséget jelent. Volt egy személy a Bibliában, illetve van több is, de egy személyre gondolok, Dávidra, akiről azt mondja az ige, hogy az Isten szíve szerint való férfiú volt. És ugye ez még az Ószövetség idején van Dávidnak a története. Az Újszövetségről tudjuk, hogy Isten ott öntötte ki igazán a Krisztusban a kegyelmét és az irgalmát az emberek felé. Azáltal, hogy elküldte az ő fiát, és meglátogatta az emberiséget, hogy megmentse. A előtte lévő időszak az Ószövetségben nagyon sokszor a törvényről és azokról a dolgokról, amikben Isten útmutatást ad az embereknek, hogy ezt és ezt betartják, és ezt és ezt követik, akkor lesz jó dolgok az életükben. De Dávid egy olyan személy volt, aki Istent úgy ismerte, mint kegyelmes Istent. Nem. És Isten is úgy ismerte Dávidot, mint akire lehet számítani.
Ha az elvi van nekem majd lehetőséget arra, hogy a dicséretről beszéljek és az imádásról beszéljek, akkor biztos, hogy el fogom mondani, hogy Dávidot, amikor Isten megtalálta, akkor egy imádó állapotban találta meg. Tehát én azt gondolom, hogy Dávid nem utána került imádó állapotba és kapcsolatba Istennel, hanem úgy találta meg Isten őt, vagy úgy talált rá Isten Dávidra, hogy egy imádásban volt benne. Kapcsolatban volt Istennel. Amen. És nem ő készítette föl arra, hogy egy imádásba kerüljön bele Dávid. És ez azért fontos egyébként, mert Isten olyan embereket keres, akiknek a szívük ilyen formában nyitott ő felé, és készek arra, hogy minden helyzetben őt imádják és őt dicsérjék. Nem csak bizonyos helyzetekben, bizonyos szertartások közepette, vagy bizonyos ritusok közepette, vagy énekelgessenek Istennek, hanem hogy állandóan olyan kapcsolatban legyen Istennel, hogy imádó szívük legyen. Ez csak egy ilyen kis kitérő volt, de ez nagyon fontosnak tartottam. De viszont az olyan fontos volt, hogy Dávidnak olyan szíve volt, aki Istennel olyan kapcsolatban volt, hogy egy kegyelmes Isten ismert meg. Hiszen akkor, amikor ő vétkezett, és nagy vétket követett el, akkor is tudta, hogy Isten egy megbocsátó Isten és egy irgalmas Isten. Akkor, amikor egy másik esetben, amikor a népszámlálásról volt szó, és lehet, hogy ezt a részt ismeritek, nem szeretném ezt most kibontani, akkor is azt a ítéletet választotta, amikor azt mondta, hogy inkább Isten kezébe kerüljek, mert tudom, hogy te irgalmas és kegyelmű Isten vagy. Tehát Dávid ismerte Istennek az irgalmát és kegyelmét. És én azt gondolom, hogy itt az első igerész arról szól, hogy egyre mélyebben és egyre jobban, és abban a fordításban azt olvasom, hogy nagyon jó volt, hogy még pluszként hozzátett, hogy egyre bensőségesebben megismerjük Istent, úgy egyre inkább növekszik bennünk a kegyelem is. És egyre jobban növekszik bennünk a békesség is. Tehát én úgy gondolom, hogy az Istennel való közösségünk, ahogy egyre mélyül, hogy egyre több lesz bennünk a kegyelem a másik ember felé, amit tudunk közvetíteni, hiszen Isten egy kegyelmes és irgalmas Isten, amivel szeretné az embereket elérni. És ha mi, ahogy megismerjük Isten, és bennünk a Krisztus kiábrázódik, hogy ezt a kegyelmet tudjuk közvetíteni az emberek felé, egyre jobban és egyre inkább. Az a baj, azt gondolom, hogy a kereszténységen belül megvannak az ismeretek, nagyon sok esetben, megvan az, hogy az Istenhez való ragaszkodás, de sok esetben az ismeretben nem történik egy elmélyülés, olyan értem, hogy megismerik Istennek a szívét, és hogy amennyire nem ismerik meg Istennek a szívét a keresztények, úgy maradnak hajlamosak az ítélkezésre a másik emberrel kapcsolatban. Ha még jobban megismerik Istennek a szívét, ami ő irántuk is ugyanúgy kegyelmes és irgalmas, úgy tudják ők is képviselni ezt a kegyelmet és irgalmat az emberek felé. Ez egyik, amit szerettem volna mondani. A másik rész pedig ugye úgy szól és úgy folytatódik, hogy az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez és Isten szolgálatához szükséges. Úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt, aki a saját dicsőségével és csodálatos tetteivel hívott el bennünket. Erről a részről szeretnék egy néhány mondatot beszélni. Az ő isteni hatalma, én azt gondolom, hogy a Szent Szellem, lehet a Szent Szellem is, de itt valószínűleg Jézus Krisztusra utal az ige. Én úgy gondolom, hogy a Szent Szellem által töltötte ki Isten az ő szerelmét a mi szívünkbe. És a Szent Szellem által jutunk el azokhoz az ajándékhoz is, amiket Isten elkészített az őt szeretőknek. Ezt mondja az Isten igéje. Tehát a Szent Szellem vezet el bennünket azokra az igazságokra, amelyek által mi birtokba tudjuk venni mindazokat az áldásokat, amiket az Isten elkészített az őt szeretőknek. És úgy gondolom, itt ebben a részben is erről szól ez az ige, hogy úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt. Megismerjük Isten, megismerjük Jézus Krisztust, megismerjük az ő természetét. Egyenes arányosságban áll az, hogy az Isten természete, vagy a szívünkben egyre inkább kiteljesedik, ezzel a természettel tudjuk mi is a másik embert megragadni és megérinteni. Ha az Isten természet bennünk nem tud növekedni és nem tud fejlődni, úgy vagyunk mi is hiába annak, hogy az Istennek a szeretetét tudjuk közvetíteni az emberek felé. Elég kicsit gyorsan beszélek, de majd vissza lehet nézni, és akkor újra lehet értelmezni. Jó. Egy dolog jutott eszembe, amikor kisgyerek voltam, akkor jöttek be azok a játékok, hogy Game Boy játék. Biztos azok, akik tudják, azok ismerik. És a Game Boy játéknak volt egy olyan játék is benne, amikor gyűjtögetni kellett pontokat, és minél több pontot gyűjtöttél, vagy eljutott egy szintig, de lehetett sok ponttal is elérni ezt a szintet, lehetett kevesebb ponttal is elérni ezt a szintet, és utána léptél tovább. De úgy lehetett minél több pontot elérni, hogy bizonyos helyekre rákattintottál, és ott megjelent egy kis gyümölcs,
egy alma, és akkor az azt mondta, hogy 500 pont. És akkor azt, ha elérted, akkor így egyre több pontot lett. De ki is lehetett kerülni azokat a gyümölcsöket, csak lehetett haladni a cél felé, hogy eljuss egy szintig. El lehetett élni az 300 ponttal is, de el lehetett élni 4500 ponttal is. Utána léptél tovább egy következő szintre. Volt, hogy úgy játszottam, hogy minél hamarabb elérem a szintet, hogy minél tovább jussak. De volt, hogy úgy játszottam, hogy megpróbáltam ezeket a gyümölcsöket is összeszedni, ami egy kicsit nehezebb volt, de nagyon jó volt, mert több pontot értem el. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe ez az ige rész is olyan formában, hogy ezek az áldások, amiket az Isten elkészített a mi számunkra, akár lehetnének gyümölcsök is. Ahogy megyünk az úton szépen előre felé, úgy előttünk vannak gyümölcsök, amiket kikerülhetünk, haladhatunk úgy is, hogy nem vesszük föl őket a földről, és akkor semmi gond, úgymond, semmi gond nincsen, megyünk szépen a cél felé. Eljutunk a célba. Nem mondta Isten, nem jutunk el a célba, de úgyis eljutatunk a célba, hogy ezeket a gyümölcsöket fölvesszük a földről. És ezek azok a gyümölcsök, vagy áldások, amiket az Isten elkészített a mi számunkra. És azáltal, ahogy egyre jobban megismerjük Istent, ezek által ezeket az áldásokat birtokba tudjuk venni az életünkre nézve. Ha mi úgy gondoljuk, hogy nincs szükségünk ezekre az áldásokra, akkor végigfutjuk a pályánkat. Egyébként úgy gondolom, hogy Isten akkor is ad nekünk áldásokat, de az is lehetséges, hogy mi is keressük ezeket az áldásokat, hogy birtokba vegyük és megragadjuk ezeket. És azok által úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük Istent. És mindezek az áldások egyébként, vagy ajándékok, amiket az Isten elkezdett a mi számunkra, tesznek bennünket egyre hatékonyabbá, és egyre teljesebbé az isteni életben. Tehát úgy gondolom, hogy egy keresztény, attól keresztény, hogyha egyre inkább gyümölcseket terem. Egy gyümölcsözővé válik az élete. Sajnos sokszor ugye, tehát a nem hívő emberek nézik a keresztény embereket, hogy mi az, ami nekik több. És úgy gondolom, hogy nem az a több nekünk, hogy vannak ismereteink, vagy tudunk valamit, vagy Istenről tudunk valamit, hanem arról ismerjenek meg bennünket, hogy gyümölcsöket termünk az életünkben. Tehát, hogy megteremnek azok a gyümölcsök, amelyek az ő életükben akár nincsenek meg, és egy vágy jön az ő szívükbe, egy vágy jön az ő életükbe arra nézve, hogy erre nekik is szükségük van, és nekik is kell. Ugye itt felsorolja ezek az áldásokat, hogyan kaphatjuk meg. És akkor itt folyamatosan mondja, hogy a hit mellé ragasszunk cselekedeteket. Az egyik fordítás. A másik azt mondja, hogy a hit mellé fejlődjön bennetek ki a jóság, az ismeret, a tudás, a mértéktartás, a türelem, az Istenfélő magatartás, a testvéreitek iránti kedvesség, az isteni szeretet. És ezek mind megvannak bennetek, és egyre erősödnek, akkor segíteni fognak abban, hogy eredményesek és hatékonyak legyetek. Ez egy fejlődés az életünkre nézve. És én azt gondolom, hogy azzal szeretnének benneteket így bátorítani és buzítani, hogy az Istennek a megismerése az összefügg azzal is, hogy az Istennek az igéjét mennyire ismerjük. Tudjuk, hogy az Isten igéje önmagában az Istennek a beszéde, amiről úgy mondjuk, hogy az a logosz, amit Isten, mint írott formában nekünk odaadott. De az Isten kijelentett beszéde, ami személyes életünkre nézve számunkra, az a réma. Amit az Isten igéjéből, mint az írott formából tudunk meríteni, vagy tudjuk átvenni. De akkor tudjuk átvenni, ha ismerjük. És nagyon fontos, hogy gyűjtsünk ismereteket az Isten igéjével kapcsolatban. De ezek válnak számunkra rémává, kijelentésé, hogy megismerjük őt, mert akkor fogjuk megismerni őt, nem az ismeret által. Nem azáltal, hogy kívülről, nem azáltal, hogy elejétől a végéig ismerjük a Bibliát, hanem azáltal, hogy ebből a mennyiségből, vagy ebből az anyagból, most lehet, hogy ez csúnya szó rá, mennyi a mi számunkra személyes kijelentés. Mert a személyes kijelentésünk egyre több. Ezek, amik által erősödünk. Ezek által szerzünk gyümölcsöket. Ezek által tudjuk megismerni Istent. Ezek által tudjuk az embereknek azt az Istent bemutatni, amelyikre szükségük van, vagy akire szükségük van. Ha mi megálltunk az első osztályban, megálltunk a második osztályban, kiállhatjuk az általános iskolát, mehetünk tovább,
Most lehet, hogy nem jó a példa, mert nem gondolom ez így, tehát nem feltétlenül így van, de az ismeret anyag elsajátításával, az ismeret megszerzésével, és az, hogy megismerjük Istent, ezáltal tudjuk igazán úgy megélni az Istennel való kapcsolatot, hogy az egyre hatékonyabb legyen, és egyre eredményesebb legyen, és egyre jobban bemutassa az embereknek, hogy milyen az Isten. Aki egy kegyelmes Isten, irgalmas Isten, szerető Isten, és késedelmes a haragra, de nagy irgalmasságú. És egy ilyen jutott eszembe, amikor jöttem ide, hogyha azt mondja az ige, hogy amilyen könyörül az atya a fiakhoz, olyan könyörül az Úr az őt félők iránt, akkor gondolkozunk el azon, hogy amilyen könyörülek vagyunk mi az emberekhez, akkor ezzel egyenes arányos az, hogy olyan könyörül az Isten velünk kapcsolatban. Megfordíthatjuk, mert ami megismerik Istennek az irgalmát, könyörületességét és kegyelmét, akkor tudunk irgalmasak és könyörülnek lenni az emberek felé. De hogyha nem ismerjük meg, hanem csak az igazság, mint Isten igéje, amire azt mondja az ige egyébként, hogy vág és hasít, van bennünk önmagában meg, és nincs ott az irgalom oldala, ami a kegyelm és a könyörületesség, akkor le tudjuk vágni az emberek fejét, de azzal nem tudjuk megnyerni őket. Ha viszont az igazság mellé odaadjuk, és szorosságban egyébként az ige is azt mondja, az irgalmasság, az igazság, azok karba öltve járnak. Ha az irgalmasság is ott van mellette, és a könyörületesség is ott van mellette, akkor tudjuk igazán az embereknek bemutatni jól Istent. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük. Miközben beszéltél, most főleg a legvégéhez csatlakozva, olyan az Istennek az igéje, mint a kenyér. Ugye használja is a Szentírás ezt a képet. Na most, hogyha van otthon egy csomó kenyered, de nem eszed meg, akkor semmi hasznod nincs belőle. Tehát ilyen az Isten igéje is gyakorlatilag, hogy ott van, de fogyasztanod kell. És ha még ettél belőle, sem biztos, hogy feltétlenül most biológiai értelemben a javadra válik, mert még fel kell, hogy dolgozza a szervezeted, és ez az, amikor a kijelentéssé válik bennünk az Istennek az igéje. Tehát nem csak egy ismeret, hanem egy kijelentés az Istennek az igéje. És ugye ma este a Szent Szellemről szeretnék beszélni, illetve szeretném, hogyha beszélgetnénk erről, elmondanám a én részemet, aztán meghallgatnám a kérdéseiteket, meg szóljatok akár hozzá. És pontosan a titok az ebben van, ő benne van. A Szent Szellem az, aki az Istennek az igéjét élővé és valóságossá teszi a számunkra. Nem tudjuk a Szent Szellemet nélkül az Istennek az igéjét megérteni. Kizárt dolog. Nem megy, nem működik. Azért óriási tévedésben vannak azok, akik azt gondolják, hogy az igével való közösségük pusztán egy lexikális ismeretre, vagy hogy olvasom, és akkor közösségben vagyok vele, ez kevés, ennél többet akar az Úr. Persze ez is jó, és ezt is tenni kell, mert így jön egyfajta megismerés, de ennél többet akar az Isten, és többet is ad az Isten. Én is, mielőtt rátérnék az üzenetemre, két igény volt, aztán kiderült, hogy nekem Péter első levél, de nem érdekes, de az egyik igém az a Kolossi levélnek az első fejezetéből, ezzel egy kicsit csatlakoznék, illetve visszautalnék a múltkori alkalomra, amikor Jézusról beszéltünk, és ugye a Karesz volt itt, és a Karesz beszélt, és ezt a részt leszeretném zárni azzal, ami az egyik legnagyobb kijelentés, és ilyen összefoglalva, mint egy eszencia, hogy mit is jelent Jézus, hogy ki ez a názareti Jézus, ki ő. Az Új Szövetségből, Pál leveleiből olyan kijelentéseket ismerhetünk meg, ami az egész visszamenőleg a teljes Szentírásnak a megértéséhez vezet. A teljes Szentírás megértéséhez vezet az, amikor a páli leveleken keresztül a Szent Szellem kijelenti, hogy kiről is. Emlékeztek a Kareszt, mivel kezdte? Azt mondta, hogy ha Jézusról kéne beszélni, akkor ugye el kell kezdeni a Mózes első könyvétől és végig, mert az egész Szentírás őróla tesz bizonyságot, és ez így van. De van itt a Kolossi levélben egy ilyen nagyon tömör eszencia, ami összefoglalja azt, hogy ki is ez a názareti Jézus, és ezt szeretném nektek elolvasni. Azt mondja a Kolossi 1-ben a Biblia. A
12. verstől olvasnám. Igen, adjatok hálát az atyának, mert ő tett benneteket alkalmassá, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amelyet Isten készített szent népe számára a világosságban. Az atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia királyságába. Mert a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Megállok egy pillanatra, hogy hol vagyunk mi most? Hol vagy most? Hol vagyunk mi most? Mit mond itt a Szentírás? Mit mond itt a 12. vers? Azt mondja, hogy az atya, 13. Az atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, tehát sötétség hatalmába vagyunk? Nem, mert kimentett bennünket, és azt mondja, és hova vitt? És azt mondja, hogy és ő vitt át minket szeretett fia királyságába. Tehát milyen, hol élsz te most? Gondold végig! Az Isten szeretett fiának a királyságában élsz. Azt mondja az ige. Persze biológiailag itt élünk még ezen a földön, de itt jön a gondolkozásunkban és a hozzáállásunkban való óriási változás, amit vár tőlünk az Isten, hogy higgy abban. És ezért mondja Pál, figyeljetek, a akkori Kolosséban élő emberek is nem éltek jobb körülmények között, mint mi. Sőt, azt gondolom, hogy rosszabb körülmények között értek. És mégis azt mondja, hogy Isten kimentett bennünket a sötétség hatalmából, tehát tudd meg, hogy nem vagy a sötétség hatalmának az uralma alatt. És ezért tudsz uralkodni a bűn fölött, és ezért tudsz uralkodni egy csomó dolog fölött, és ezért van hatalmad, mert kaptál az Istentől hatalmat. Kiemelt Isten a sötétségből, mert ott éltünk. Sötétek voltunk, és sötétségben éltünk. És onnan kiemelt az Isten, és az, hogy átvitt az ő szerelmes fiának az országában, tehát az ő szeretett fiának királyságát országába vitt át. Na most figyeljetek ide, hogy mit mond ezek után, hogy miért van ez. Azt mondja, mert a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. És most leírja, hogy ki a fiú. Azt mondja, ő, mármint Jézus, a láthatatlan Isten látható képmása, az elsőszülött fiú, aki minden teremtmény előtt született, aki által Isten a mindenséget megteremtette, a mennyei és a földi lényeket, a láthatókat és láthatatlanokat, a szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasokat, kormányzókat. Mindezeket Isten a fia közreműködésével és a fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és az egész világ mindenséget ő tartja egyben. Ő a feje az eklézsiának, a gyülekezetnek, amely az ő teste. Ő a kezdete és forrása mindennek. Ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert tetszett az atyának, hogy az ő teljessége éljen a fiúban, és a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Békét kötött fiának vére által, árán, amikor a fiú meghalt a kereszten. Veletek is békét kötött, bár ti régebben Istentől elidegenedve éltetek, sőt, ellenségesek voltatok vele szemben, gonosz gondolkozásotok és tetteitek miatt, most azonban titeket is kibékített magával a fia halála által, amelyet a fiú emberi testben szenvedett el itt a földön. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és fedhetetlenek legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Hú, irány. No, hát azért ez egy nagyon-nagyon erőteljes, ige, és mondom, ez valahol, ezt úgy lehetne mondani, hogy ez Jézus Krisztusról kijelentett igazságnak az eszenciája. Tehát az eszencia az, amikor egy sűrítmény van, amikor nincs, tudjátok, az alma néz sűrítmény is olyan, hogy össze van sűrítve, és aztán fölhigítják, hogy fogyasztható legyen, mert de itt ki van jelentve, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Na most az, ha valaki megkérdezi tőled, hogy ki a názáreti Jézus, és hogy ha tömör választ akarsz adni, akkor lapozod a Kolossé levélhez. Ennél tömörebben nem lehet összefoglalni. És azért mondom, hogy ebből meg lehet érteni az Ószövetséget is, mert itt egy csomó dolgot kijelent az igaz. Első dolog, hogy azt mondja, hogy a láthatatlan Isten látható képmása. Tehát ki Jézus?
a láthatatlan Istennek a megjelent látható képmása. Tehát amikor megnézték Jézust, akkor látták az Istent, és ezt mondta Filip, aki látott engem, az látta az Atyát. Tehát Isten soha senki nem látta, de valaki bemutatta nekünk, hogy ki ő, és ő volt a názáreti Jézus. Ez az első dolog. Azt mondja, ő az első szülött fiú, azt mondja, aki minden teremtmény előtt született. Emlékeztek, egy hete beszéltem róla, hogy ő mindenek előtt volt. Tehát ő volt az Isten teremtésének, vagy mert ő született és nem teremtetett, a leges. Tehát Jézus volt, mindenki előtt született. Azt mondja az ige, és mit mond? Azt mondja, hogy aki által az Isten a mindenséget teremtette. Tehát az minden, ami van az univerzumban, a látható és a láthatatlan, úgy írja, hogy a mennyen is és a földön is, minden, amit látsz, azt Jézus Krisztus által teremtette az Atya. Értitek? Úgy néztek rám, hogy azt sem tudom, hogy mit mondjak meg. Aki által Isten a mindenséget teremtett, a mennyei és földi lényeket, láthatókat, láthatatlanokat, szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasokat és kormányzókat. Mindezeket Isten a fia közreműködésével és a fia számára teremtette, ez még egy nagyon különös dolog. Tehát kérdezem én tőletek most, ugye, hogy itt olvasok, hogy tehát azt írja az ige, hogy a szellemi lényeket, az uraságokat, a hatalmasságokat, az egész univerzumot, minden Jézus Krisztus által teremtett az Atya. Tehát az Atya volt a gondolat, így is szoktuk mondani, és a fiú volt a szó, de a fiú teremtette mindaz, ami látható. Most azért fontos ez. És azért tartottam egy kicsit fontosnak visszanyúlni ehhez, egy negyed óra erejéig. Mert akkor meg tudod érteni, hogy ki vagy te a fiúban. Mi a te identitásod a fiúban. Ha megérted ezt, és ha megértjük ezt, hogy az Atya mindent ő általa, és azt olvasok, hogy az ő számára teremtett. Emlékeztek, hogy beszéltünk róla, hogy a mennyasszonyt is, minket is azért teremtett Isten, azért az embert azért teremtette, hogy a fia számára egy mennyasszony legyen. Emlékeztek? Beszéltünk erről. Ez az egész teremtésnek talán a koronája volt, amikor az embert megteremtette az Isten a fia számára. De azt olvasjuk, hogy Jézus által és az ő számára teremtett mindent az Atya. Ki vagy te Krisztusban? Gondold végig, mi a te identitásod? És ez kapcsolódik a vasárnapi üzenetemhez, hogy minek látod te magadat? Minek látod magadat? Most őszintén, persze van munkánk, van karrierünk, van tanulunk, meg egy csomó mindent teszünk a természetes életben, ez rendben van, de ott belül, valójában ki vagy te? És ezt neked kell tudni feldolgozni, és neked kell tudni megérteni, és neked kell tudni megélni azt, hogy ki vagy. Tehát, ha megkérdezem, hogy ki vagy, akkor mit válaszolsz? Isten fia. Igen, például. Isten fia. Jézus mennyasszony. Az egész világ mindenségnek a koronája. Annak a Jézusnak az öccse, testvére, aki az egész világ mindenséget teremtette, és utána hozzátette, nem csak megteremtette, hanem fönn is tartja. Ha megkérdezik, milyen családból származol? Hát ebből a családból származol. Mert azt mondja a Biblia, hogy amikor újjászülettünk, akkor régiek elmúltak, és minden újjá lett. Mert mondják az emberek, igen, mert én olyan családból származom, ahol a generációs átok miatt én ilyen meg olyan ember lett. Nem igaz. Nem igaz. Hathatnak az ember életében ilyen dolgok. De a te identitásod, az a Bibliából jön ki, hogy ki vagy. És a Biblia pedig azt mondja, hogy Isten gyermeke vagy, Isten fia vagy. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus a te bátyád, aki az ő tulajdon vérével elpecsételt és megváltott. Átkerültél a sötétség hatalmából, uralmából az Isten országába. És akkor nem az lesz,
mint amúgy beszéltem vasárnap, hogy egy ilyen szolgalelkűsége, hogy hát igen, mi vagyunk ebben a világban, megtűrtek, és a kicsik, és a megvetettek, de majd, amikor az Úrhoz kerülünk, akkor majd rehabilitál és kárpótol bennünket az Isten. Nem így van. És erről már többször beszéltem és beszéltünk. Ahol te ott vagy, ott Isten országa van. Ahol te ott vagy, ott maga az Úr van jelen benned, és rajtad keresztül. És ez mindez Jézus Krisztusban van is. Ennek ő volt a megtestesítője, és ő az, aki ezt képviseli, és ő az, aki maga ez az egész. Ő a feje az eklézsiának, ő tartja egybe az egész világ mindenséget. Ő a kezdet és a forrása mindennek. Ő a legelső, aki a halálból föltámadt, ezért mindenben és minden tekintetben ővé az első hely. Tehát ha most azt mondjuk, hogy ki az egész világ mindenségben, ki a number one, akkor azt úgy hívják, hogy názareti Jézus. Ő az urak ura, királyok királya. Ő van mindenek fölött. Egy valaki van fölötte, de ez közöttük nem okoz problémát az atya, mert mondja a korintusi levélben, hogy lesz, amikor mindennek alá rendeli, de most mindenek fölött, és mindenben ő az első. És még azt mondja, hogy mert tetszett az atyának, hogy az ő teljessége éljen a fiúban, és a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Békét kötött fiának vére által, amikor a fiú meghalt a kereszten. Tehát tetszett az atyának, hogy a fiú által megbékéltessem, vagy békét kössön, mondja itt, hogy a Károli mondja, megbékéltessem mindenkit az atyával. Tehát meg vagy békélve az atyával, meg vagy békülve az Istennel. Nem magad miatt, nem a cselekedeteid miatt elsősorban, hanem a hited miatt, hogy hiszel a názáreti Jézusban, az Isten fiában. Amen? Amen. Óriási dolog ez. Annyira fölé emel a hétköznapoknak, fölé emel a gondoknak, a terheknek. Mindegyikünk hordoz terhet, mindegyikünknek vannak gondjai, mindegyikünknek vannak olyanok, amik nyomasztanak bennünket. És egyszerűen elkezd az Istenre fölnézni az ember, és fölemelni a tekintetét, és meglátja azt, hogy kicsoda ő Krisztusban, akkor egyszerűen kiemelkedik az ember, ki tudsz emelkedni az életnek a nehézségeiből és gondjaiból, és át fogod élni, és át fogjuk élni, hogy mennyire így van. Na, viszont, ez visszamenőleg, viszont van mára is itt még egy kijelentésem, mielőtt rátérek a Szent Szellem személyéről, és én a Péter első leveléből, Gyuri, szeretnék még egy részt felolvasni, és ezzel is az identitásotokat nagyon-nagyon erősíteni, ami a következőt mondja, az 1 Péter 1:10-től. Ez oda kapcsolódik még, hogy ki vagy te Krisztusban, és most már a fiúról átmegyünk a Szent Szellemre, és akkor ez lesz a bevezető igém ezzel kapcsolatosan. Következőt mondja, tehát a 10. vers. Én a 8-ról olvasom, azt, hogy igaz, ti nem ismertétek Jézus személyesen, mert ez ránk is igaz, de mégis szeretitek őt. Bár most nem látjátok, mégis hisztek benne, és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amelyet lehetetlen szavakkal kifejezni. Így éritek el a hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget próbálták megérteni, ezt kutatták nagy szorgalommal a régi időkben a proféták is, akik Isten kegyelméről profétáltak, amely most megérkezett hozzátok. Azt szerették volna tudni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni az, amit Krisztus szelleme mutatott neki. A Szent Szellem a profétákban élt, és előre megmutatta Krisztus szenvedéseit és az utána következő dicsőségét. Azt is megmagyarázta a profétáknak, hogy a munkájukkal nem saját maguknak, hanem az utánuk következő nemzedékeknek szolgálnak. Ti vagytok ez a nemzedék, és a ti javatokra szolgál mindaz, amit a proféták mondtak. Ugyanerről beszéltek azok is, akik mostanában az örömhírt, az evangéliumot elvitték hozzátok, Isten azért küldte a mennyből a Szent Szellemet, hogy segítsen nekik hirdetni az örömüzenetet, amelyben még az angyalok is vágyakozva szeretnének betekintést kapni. Király. Tehát azt írja itt az Istennek az igéje, hogy a múltban azok az Isten emberek, akik voltak a proféták,
Ábrahám, Mózes és az összes ószövetségi szentek, akiket hithőseinek mond a Biblia, volt egy, mivel proféták voltak, volt egy előrelátás bennük, és azt mondja, hogy ők tudták, hogy lesz egy olyan korszak, amikor az Isten szelleme nem csak érintőlegesen, nem csak egy-egy emberbe lesz, hanem az egész földet be fogja tölteni az Istennek a dicsősége, az Istennek a jelenlét. És azt mondja, hogy ez a korszak eljött, és ez a korszak van most itt közöttünk. És ennek a korszaknak vagyunk a részesei, amit hívunk kegyelem korszakának is, de hívunk a Szent Szellem korszakának is. Tehát most van az az idő, most van az a pont, amikor a Szent Szellem olyan mértékben töltődött ki, mint ahogy Joel megprofétálta, hogy minden emberben, aki hisz és vágyakozik az Isten után, lehetőséget kap arra, hogy betöltekezzen az Isten szellemével. És ez egy olyan rendkívüli időszak volt, amire az ószövetségi proféták csak lestek, hogy mikor lesz ez a korszak. És azt kell mondjam, hogy ebben a korszakban élsz te meg én. És ennek a korszaknak a legfontosabb jellemzője, nagyon szeretek erről beszélni, amit úgy hívunk, hogy a Szent Szellemnek a korszaka. Tehát azt mondja, hogy ti vagytok ez a nemzedék, ti vagytok, akiknek elküldte Isten a mennyből a Szent Szellemet, és azért küldte el, hogy segítsen megérteni, és segítsen hirdetni az örömhírt, az evangéliumot minden ember számára. Tehát elérkeztünk az üzenethez, a Szent Szellem korszaka. Mit jelent ez? Először is szeretnék beszélni a Szent Szellem személyéről, hogy ki a Szent Szellem. Már múltkor is mondtuk, az Atyánál is beszéltünk róla, Jézusnál is beszéltünk róla egy hete. Most is szeretném elmondani. Szent Szellem az nem egy személy, nem egy erő, hanem egy személy. Tehát nem egy nagyon sokszor úgy gondolkozunk róla, úgy gondolkoznak róla a keresztények, hogy ez egy erő, ami bennünk van. De tévedés. A Szent Szellem személy. És azért személy, mert személyiség jegyei vannak. És a személyiség jegyei benne vannak a Szentírásban. Tehát valaki attól személy, amikor a Biblia kijelenti, hogy mert személyiség jegyekkel rendelkezik. És mondunk, és nem csak hogy személy, hanem Isten, ugye a Szentírásban olvasunk, nincs benne a Szent Háromság, de olvasunk az Atyáról, olvasunk a Fiúról, és olvasunk a Szent Szellemről, mint három személyről, egymástól függetlenül is. Tehát a Szent Szellem ugyanúgy személy, mint ahogy személy az Atya, és ugyanúgy személy, ahogy személy a Fiú. Tehát nem egy személytelen erő. Az örökké való Istenségnek, Istennek a harmadik személye, tehát az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És a korszak, amiben most élünk, ez az ő korszaka, ha lehet így mondani, persze nem lehet ezt szétválasztani, de a Szent Szellem korszakában élünk, mert a Szent Szellem van most itt ebben a világban. Akkor Jézus testet öltött, és itt élt 2000 évvel ezelőtt közöttünk a Földön, emberré lett, akkor ugye, és véghez vitt a megváltást, akkor megérintették, látták. És Jézus úgy búcsúzik el a tanítványoktól, hogy jobb nektek, hogy elmegyek. Most ugye én mindig mondom, és most is mondom, hogy hát mi jobb lehet annál, hogy Jézus velünk van. Ott ül közöttünk, úgy, mint ahogy ti most itt ültök. Vagy nem én beszélnék, hanem ő beszélne. Én nagyon szívesen átadnám neki a szót. Higgyétek el, hogy leülnék oda, és hallgatnám áhítattal, és csodálattal, és nem. De mindegyikünk így van. Szerintem ti is lemondanátok rólam, ha nehezen is, de beleegyeznétek, hogyha Jézus vagy, hagyd beszéljen akkor most ő. Igen, így gondolom. És Jézus azt mondja a tanítványainak, a legkatartikusabb időszakban, az utolsó vacsora után, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek. Mert ha nem megyek el, nem jön el a vigasztaló. De ha én elmegyek, akkor elküldöm a vigasztalót, aki veletek marad a világ végezetéig. És amikor ő eljön, és sok ígéretet mond Jézus, majd amennyire időnk engedi, rá fogunk arra is térni. Tehát egy olyan korszakban vagyunk, amikor a Szent Szellemnek a korszakának hívjuk ezt az időt. Azt kell tudni a Szent Szellemről, hogy egy pár ige verset én szeretnék, hogyha fölírnátok, ha jegyzeteltek, amit ha nem is nézünk meg most mindent, de nézzétek majd meg.
egyetlen dolog, ami a, talán legfontosabb, hogy egyenrangú istenként kapcsolódik az atyához és a fiúhoz. Tehát a Szent Háromságban nincs alá és fölé rendelés, vagy bizonyos értelemben van, de azt szerintem csak mi miattunk van, hogy mi emberek föl tudjuk dolgozni. De a magában az Istenben nincs alá-fölé rendelés, mert az isteni szeretet, az egymás méltánylása, az egymásnak a fölemelése, az egymásnak az értékelése, az számunkra felfoghatatlan módon működik a Szent Háromságban. Tehát nincs az, hogy ki a nagyobb, meg ki a kisebb, meg te most így, meg, hanem egyszerűen ez jelen van, mint ahogy egy jól működő házasságban is fel sem vetődik annak a kérdése, noha a Biblia beszél róla, hogy a férj feje a feleségnek, ez nem úgy jön, hogy na én vagyok a fej és te vagy, hanem egyszerűen ez egy gyönyörűen harmóniában tud működni, majd ha megyünk a napházba, a házasságban beszélek, akkor majd ott kifejtjük ezeket a dolgokat. Tehát teljesen egyenrangú személy az atyával és a fiúval, és így kapcsolódnak egymáshoz. A Biblia több helyen mondja, például Máté 28 végén, hogy nékem adatot minden hatalom menjen is földön, menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében, és tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Tehát ott már a Máté végén is megjelenik ez a fajta hármasság. Az atya, a fiú és a Szent Szellem. És mind a háromról elmondhatjuk, hogy Isten. És miért Isten? Valakiről, ugye mi az, hogy valakiről azt mondjuk, hogy Isten, akit mit jelent az, hogy Isten? Ezt emlékeztek, beszélünk, akit imádunk. Ugye, az az Isten. És milyen attribútumokkal, isteni tulajdonságokkal rendelkezik valaki, akit Istennek nevezünk. Ugye négy dolgot említettünk. Mindenható, mindenütt jelenlévő, mindentudó és örökkévaló. Így van. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ha valahol... Figyelj, látszik, hogy itt volt. Tehát, hogyha... Mert ugye azt mondja a Biblia, hogy az utolsó időkben lesznek hitető szellemek, és lesznek olyanok, akik magukat nagynak mondják. Akár istenekként is föllépnek. Például gondoljatok ezekre a hamis istenekre, a Buddhától a Mohameden át leföl lehetne sorolni. Honnan tudod meg, hogy ő Isten vagy nem Isten? Onnan, hogy belenézel a Bibliába, a Biblia azt mondja, hogy az az Isten, aki isteni tulajdonságokkal rendelkezik, az az Isten, akire ezek igazak. És egyik sem volt igaz ezekre, egyik sem volt igaz. Mert nem mindenhatóak, nem mindentudóak, nincsenek mindenütt jelen, és nem örökkévalóak. Hanem elmúltak, meghaltak, végük lett. Némelyik kitalált személy. De a Szent Szellemről mindezek elmondhatóak, hogy isteni tulajdonságokkal rendelkezik. Akkor ezek személyiségjegyek, ezek olyan személyiségjegyek, amelyek benne vannak, még ezen kívül két dolgot is hozzátennék, hogy egyrészt ő az életnek a forrása. Tehát azt olvasjuk a Teremtés könyvében már, hogy Isten szelleme lebegett a vizek felett. Tehát úgy kezdetben teremti Isten a mennyet és a földet, így indul a Biblia. És a föld kietlen és puszta volt, és az Istennek a szelleme lebegett a vizek felett. És akkor szólt Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Tehát az egész teremtésben részt vesz az atya, a fiú és a Szent Szellem, de ahogy olvastuk a Kolossé levélben, hogy minden a fiúra nézve teremtetett, fiú volt a szó, de a Szent Szellem volt az, aki végrehajtotta ezt a dolgot, és a Szent Szellem által lett minden valóságosság. Az Abcsel 5-ben például Istennek nevezi a Biblia, tehát szó szerint, amikor Anániás Szafira történetéről van szó, azt mondják, hogy miért van az, hogy azt gondoltátok, be lehet csapni az Istent, és nem embereknek hazudtatok, hanem Istennek, és ugye ott a Szent Szellemről van szó. Tehát ugyanezek a tulajdonságok megvan, fölírjátok? Fölírjuk, hogy hol vannak a Szent Szellemre vonatkozó örökké való? Például a Zsidó 9.14-ben azt mondja a Biblia, hogy örökké való szellem által. Tehát a Szent Szellem, mint örökké való szellem. Zsidó 9.14.
Zsidó levél 9.14. A mindenhatóságára egy a Lukács 1.35-ben, amikor a Mária azt mondja, hogy hát hogyan lehetséges az, hogy én Isten fiát megszüljem, és akkor azt mondja az Isten igéje, hogy a mindenható ereje fog téged beárnyékolni, és a Szent Szellem száll rád, és ezért aki születik az Isten fiának, mondati. Tehát a Szent Szellemről beszél, mint mindenhatóról, aki képes volt ezt az elképesztő csodát megtenni, hogy behozta Isten egy mag formájába, és belehelyezte a Máriának a méhébe. De hogy történt, azt nem tudjuk pontosan, de ez történt, tehát ez maga a mindenhatóság. Akkor mindent tud. A János 14.26. 16.12.13. Azt mondja, hogy a Szent Szellem vizsgálja még az Istennek a mélységeit is. Mindent tud. És a mindenütt jelen levőségére pedig a 139. Zsoltár 7-10, Zsoltár 139. 7-10 legmarkánsabban ott foglalja össze, hogy azt mondja, hogy hova futhatnék el, hova mehetnék el a te szellemed előtt, hiszen mindenütt ott van. Ha mennybe megyek, akkor is ott van, ha Seolba megyek, akkor is ott van, mindenütt jelen vagy, tehát ő a mindenütt jelenlévő Isten. Most is itt van. Itt van a Szent Szellem, most is itt van, és benned is itt van, és közöttünk is itt van. Egyszerűen itt van, mert az ő dicsősége, az ő jelenléte betölti a földet. Ahogy egy személy nem tud mindenütt jelen lenni, mert azt meg tudta tenni Jézus is, hogy egyik pillanatban a tó egyik partján volt, a másik pillanatban pedig a másikon, tehát át tudott menni egy pár pillanat leforgás alatt, vagy Filipet is a Szent Szellem el tudta vinni egyik helyről a másik helyre, de mégis az, hogy egyszerre mindenütt jelen legyen valaki, ezt csak a Szent Szellem tudja megtenni. Ez a Szent Szellemnek a tulajdonsága, mindenütt jelenlevősége adja. Természetesen ő vele együtt, ott van Jézus is, mert veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és mindegyikünk elvenünk van. Tehát mondom, ez nagyon nehéz, és nem is szabad ezt szétfilézni, de a Szent Szellemről itt vannak ezek az igehelyek, amik le vannak írva. Amit tudni kell a Szent Szellemről, hogy, és ezért személy, hogy személyiségi jegyekkel, tulajdonságokkal rendelkezik. A Róma 8.27-ben olvassuk, hogy van értelme. Aztán az 1 Korintus 12.11-ben olvassuk, hogy van akarata. És a Róma 8.26-27-ben pedig, hogy van érzelme. Tehát értelme, érzelme, akarata van, ami a lelki tulajdonságainkra utal. És sok címe is van a Szentírásban, amire most nem is térek ki, mert beszél róla a Biblia vigasztalóként, és egy csomó jelképet is használ a Szentírás, amiről a Szent Szellemről szól. A Szent Szellem személyéről még szeretném azt is elmondani, hogy erkölcsi tulajdonságokkal is lehet, tehát erkölcsi tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanúgy, ahogy például Gyuri azzal fejezte, hogy Isten jó, és Isten könyörülő, és kegyelmes, és irgalmas. Ezek erkölcsi tulajdonságok. Erkölcsi tulajdonságok. És ilyen erkölcsi tulajdonság például a Szent Szellemről mindaz igaz, de például az, hogy azt mondja róla a Biblia a János 16.13-ban, hogy ő az igazságnak a szelleme. Tehát János 16.13, ő az igazságnak a szelleme. A Róma 15.30-ban azt mondja, hogy ő a szeretetnek a szelleme. Az Isten szeretete kitöltette, Róma 15.30. De a Róma 5-ben is az van megírva, hogy Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Tehát ő a szeretetnek a szelleme. Vagy a Róma 1.4-ben, Efézus 4.30-ban azt írja a Biblia, hogy ő a szentségnek a szelleme. A tisztaságnak, a szentségnek a szelleme. Ezek egy kicsit szárazak, én tudom ezeket így most felsorolni és elmondani, de mégis van valami, ami miatt én ezt megteszem. Azért teszem meg, és azért mondom el, hogy értsd meg, és amennyire csak lehet, föl tudjuk fogni azt, hogy ki az, aki benned van. Ki az, aki ott van a te szívedben. Ki az, akivel te betöltekeztél. Ki az, aki
aki, tehát például csak gondold el, hogy miért tudsz szeretni. Azért, mert jó csávó vagy? Hát azért is, a Bibire mondjuk igaz. De nem azért. Nem azért. Nem azért tudsz szeretni, mert benned ott lenne ez. Hanem azért tudsz szeretni, mert aki benned van, ő a szeretetnek a szellem. És csak nekünk semmi más nem kell tennünk, és persze a szeretet szellemben bennünket is átformál és átalakít, ahogy a bevezetésben is hallottuk, és elkezdünk ezen az úton gyümölcsöket teremni. De azt mondja például, hogy a szellemnek a gyümölcsei, vagy a szellemnek az ajándékai. Tehát a benned lévő szent szellem az, aki termi ezeket a gyümölcsöket. És te azért tudsz szeretni, azért tudsz örülni, azért tudsz hálás lenni, azért tudsz irgalmas lenni, azért tudsz megbocsájtani. Mert az, aki benned van, az a szeretetnek, a megbocsájtásnak, a könyörületességnek, az irgalmasságnak a szelleme. Ő vele mész egy úton, ő van benned, ő az, aki belülről irányít téged. Egyetlen egy dolog, és ezt nagyon sokszor elmondjuk és elmondom, hogy semmi másról nem szól a keresztény élet, mint hogy átengedni neki a kezdeményezést. Átengedni neki, hogy ő vezessen. De nem veszem ki a kormányt a kezéből, majd én. Mert amikor majd én, és amikor beállunk ebbe a akarnokságba, erőszakoskodásba, az mindig rosszra visz. Annak mindig izzadságszavaka van, az mindig testből jön, és ami testből jön, annak mindig megvan a testi gyümölcse. De amikor engedünk a Szent Szellemnek is, tudom, hogy erről nagyon sokat lehetne beszélni, akár meg is állhatnék, hogyha van kérdés ezzel kapcsolatosan, mert semmi nem hajt bennünket, most ledaráljunk valamit. De gondold végig, hogy benned van az Isten, benned lakik az Isten. Azt mondja a Biblia, hogy mi egy edények vagyunk. Egy gyönge cserépedények egyébként, tényleg azok vagyunk. De aki bennünk van, az meg a legnagyobb, ami létezik. El tudjuk ezt hinni? El tudjuk ezt fogadni? Elfogadni még el tudjuk. Még hiszünk is benne, de valamennyire. De eszerint élni, eszerint járni, eszerint tenni a dolgainkat, eszerint menni a hétköznapokban. Amikor jönnek ezek a kihívások, az élet minden kihívására igaz. Akkor ebben élni, ebben a biztonságban, ez volt jellemző Jézus. Jézus ezért tudott olyannak lenni, aki volt. Higgyétek el, nem másért volt ő sem. Ő sem, tehát ő is emberként megkísértetett, nehézségei voltak, éhezett, szomjazott, mindenféle gondjai lehettek az életben, ugyanúgy, mint te neked vagy te nekem, de benne volt az Istennek a szelleme, és ez a Szent Szellem, ez őt egyszerűen fölé emelte ezeknek a dolgoknak, és ezért minden lehetséges volt a számán. De ő hitt ebben, ő így élt. Ő neki ez nem egy ilyen utopisztikus valami volt, hanem egy valóság volt. És amikor a Szent Szellem korszakáról beszélünk, akkor ezért beszélünk róla, hogy igenis most egy olyan időszakban vagyunk, amikor Isten benned lakik. És ez nem volt előtte, és nem lesz utána. Van egy korszak, amikor eljött a Szent Szellem pünköstkor, betöltötte a tanítványokat, azt a több száz embert, akik ott voltak a felházban, utána kiáradt a pogányokra, elterjedt az egész földön, a mai napig 2000 év óta. Ez a legnagyobb, leghosszabb üdvtörténeti korszak, és azóta az eszkimóktól, az afrikaiakon át keresztbe kasul az egész földön, akik hisznek, betölti a Szent Szellem, és bennünk van az Istennek a szelleme. Bennünk van az Isten. És emlékeztek, hogy múltkor mondtam, hogy egy új faj jött létre Jézussal. Az Isten és az embernek a kapcsolódása, egy Isten-emberi faj jött létre. Ez egy teljesen új történet volt. De mi vagyunk ennek a fajnak a további leszármazottai azáltal, hogy bennünk van az Isten, és mi is, tehát emberek vagyunk, de bennünk van az Isten, és ezért mi is ennek a fajnak a résztvevői, a képviselői, a részesei vagyunk. És én azt gondolom, hogy ha az egyház csak egy kicsit jobban, nem is egyház, maga, te, meg én, hívők, elgondolkoznánk azt, hogy micsoda örökségünk van, hogy kik vagyunk mi ő benne,
és mi mindent kaptunk ő általa, azáltal, hogy a Szent Szellem bennünk van, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal, de sokkal hatékonyabban működne az egyház ebben a világban. És sokkal hatékonyabb lennél te is a személyes életed. És nem vádlásként mondom, hanem ösztönzésként mondom. Hogy higgy abban, amit az Isten igéje mond. Nem véletlenül mondja ezeket a Biblia, ezek így vannak. Azt mondja Jézus, ma reggel imádkoztunk ugyanitt a testvérekkel, és hogy előjött az az ige, hogy aki hisz én bennem, még nagyobb dolgokat is fog cselekedni. Cselekszik mindazokat, sőt, nagyobbakat is nálam. Mondja Jézus, aki nem egy hazudós. Nem mond olyan dolgokat, ami nem úgy van. De akkor hol van ez? Vagy ha Jézus igazat mondott, és igazat mondott, nem hazudós, egyáltalán soha nem hazudott, soha nem mondott még egy kétértelmű beszédet sem, de ha ez így van, akkor tessék fölállni egyház. Nekem ez az üzenet ebből. És neked is az legyen az üzenet. És ne a sebeidet nyalogasd, és ne azt mondd, hogy milyen kis féreg vagy, meg nem tudom én mi vagy, meg ugye ott, ahogy ott álltak az ígéret kapujában, hanem tessék felállni, és tessék hinni abban, amit az Isten kijelentett a számodra. Hogy meg vannak bocsátva a bűneid, hogy Isten nem haragszik rád, hogy átvitt a sötétség hatalmából az ő szerelmes fiának az országába, és utána mindezeknek a pecsétjeként, a megerősítéseként beléd költözött és belém költözött az Isten maga. Óriási az elhívásunk, és óriási ezért a lehetőség, amivel nekünk élnünk kell. És ezért beszélünk arról, hogy mit jelent az, hogy igazság szelleme. Te Isten igazsága vagy, nem csak a Szent Szellem benned, rólad is azt mondja a Biblia, hogy mi általa lettünk az Istennek az igazsága ebben a világban. Tehát benned van az igazságnak a szelleme, benned van a szeretet szelleme. Nem mondd, hogy nem tudsz szeretni. Én azt az embert nem tudom szeretni. Nincs ilyen, nem igaz. A Szentlélek rajtad keresztül mindenkit tud szeretni. Főleg azokat tudja szeretni, akik közel állnak hozzá. De ez mi kell? Hogy engedd, hogy ő szeressen. Engedd, hogy ő használjon ebben. Engedd, hogy ő bontakozzon ki az életedbe és az életembe. És Jézusban ez volt a fantasztikus, hogy Jézusnak az ő énje, meg az ő akarata az nulla volt. Nem volt saját akarata. Nem volt akarva. Nem akart ő mást, csak amit az Atya akar. És ezért őt a Szent Szellem korlátlan módon tudta használni. Mert meghalt a saját akarata számára, és teljesen átadta magát az Isten számára. És ezért a Szent Szellem elkezdte őt használni, elkezdte őt vinni, és bárhova vitte, bárhova ment, bármit csinált, mindig figyelt a Szent Szellemre. A Szent Szellemről azt olvasjuk, hogy még ismeri az Isten dolgait, Isten gondolatainak a mélységeit, azt olvasjuk a Szent Szellemről. Képzeld el, hogy Jézus, aki tele volt Szent Szellemben, és te is tele lehet Szent Szellemben, és te részben tele is vagy, de még töltekezhetsz be. Jézus, aki tele volt Szent Szellemmel, egyszerűen csak erre figyelt, és tudta, hogy most meg kell állítani azt a halottas menetet, mert azt az embert föl fogja támasztani az Isten, és ez az Isten dicsőségére lesz. Nem minden halottas menetet állított meg Jézus. De ott a Naomi ifjúnál ott megállította. És nem minden halottnak mondta, mint a Lázárnak 4 nap után, amikor már elkezdett bomlani a test, és szaga volt, és az egész egy, hogy Lázár jöjj ki. De ott tudta, hogy ez az Isten akarata. Mert teljes harmóniában volt. Mert a Szent Szellem mondta neki, hogy Jézus, ez most így van. Ez menj és ezt csinál. És ő ment és ezt csinált, de nem tudom, hogy ez hogy jelent meg nála. De egy dolgot tudok, hogy ugyanaz a Szent Szellem van benned és én bennem, mint aki ő benne volt. Nem kevesebb van benne, Ferikén. A Szent Szellem munkája az Ószövetségben, az teremtéstől kezdve végig látszik. És azt is látjuk, hogy azokra, akiket betöltött a Szent Szellem, azokat hívták az Isten embereinek, azok voltak a hit hősei, mert egyszerűen olyan jelenléte volt a Szent Szellemnek az életükben, hogy használta őket az Isten, és mellette, ugye most elhangzott a Dávid, sőt a Dávid bűne is elhangzott, már közben ők csináltak emberként is bűnöt, követtek el, bakikat csináltak az életükben, de mégis
A Dávidnak pontosan ezután a bűneset után is egyetlen egy dolog kérése volt az Istenhez. Ki tudja, hogy mi volt a Dávid kérése a bűneset után? Hogy mit kért a Dávid az Istentől? A szent lelket ne vond meg tőle. Így van. Ez volt az ő imája. Ott van a 32-es ott. Ez volt az imája. Hogy Uram, csak a szent szellemedet ne vond meg tőlem. Mert a Dávid nagyon jól tudta, hogy Isten szelleme nélkül semmit nem tud. Benne volt az Isten szelleme, és megcsinált disznóságot, nagyon nagy disznóságot csinált, de mégis tudta, hogy a túlélése és a megmaradása az az Isten szellemének a jelenléte az életében. És mi pedig ugyanezzel a szellemmel vagyunk betöltve. És nem csak egy-egy hős, hanem volt olyan proféta, képzeljétek el, hogy már meghalt, eltemették. Betették egy sírboltba, mert ugye nem földel temették el, hanem betették egy barlangba. Mint ahol látjuk, hogy a Jézust is egy barlangba betették, vagy a Lázár is egy barlangba. Tehát nem földbe ásták, hanem úgy hívták, hogy ezek barlang. Minden. Betették a barlangba, és betöltek a szíriai Izraelbe, és pont temetés volt. És ott voltak a temetőben, most idézőjelben, tehát, és mivel betörtek a szíriai, nagy balhé volt, mindenki futott, amerre tudott, és a halottat, aki meghalt, azt bedobták ebbe a barlangba. Csak puty! Betették, és skerázott mindenki. A halott hozzáért a tetemekhez, és föltámadt. Frankon, ott van a Bibliában. Értitek? Tehát egyszerűen még a csontjaiba is benne maradt a Szent Szellem. Olyan jelenléte volt. Jó, ez az egy történet van a Bibliában, de ott van. Mert egyszerűen ilyen a Szent Szellem jelenléte az életünkben. Már nem is élt a proféta, de a tetemei is tudtak csodát tenni. Na ez csak egy ilyen kis közbevetés, hogy fel nem tudjuk fogni, de nem is agyunkkal kell fölfogni, hanem szívünkkel kell fölfogni, hogy micsoda potenciális lehetőség van az egyházban és benned, hívőben, hogy benned van az Isten. És nem lehet ezt másképp mondani, ezt így kell mondani, hogy Isten van bennünk. És ezért voltak ledöbbenve az ószövetségi szentek, hogy mikor lesz ez az idő, amikor azt mondja, kitöltök az én szellememből minden test. Ennek az ideje van. No, tehát a Szent Szellem már a teremtéskor ott volt, mint végrehajtó személy, hatalom, de nem hatalom, hanem személy igazából is, és végrehajtotta a Szent Szellem azt a munkát, amit az Atya kigondolt, és amit a Fiú mondott. És így született meg ez a világ, világmindenség. A Szent Szellem munkája nem állt meg az Ószövetséggel, hanem az Új Szövetségben, hogy így mondjam, kiteljesedett. És elkezdjük látni, hogy Jézus életében is ott volt a Szent Szellemnek a munkája. Ugye, több állomás is volt a Szent Szellem munkájának Jézus életében. Ugye az első állomás, amikor megfogant, hogy a Szent Szellemtől fogant meg. Tehát már megfoganása is a Szent Szellemtől volt a názáreti Jézusnak. Utána azt olvassuk, hogy ugye eltelt az a körülbelül 30 év, és Jézus, amikor megkeresztelkedett, bemerítkezett vízbe, akkor azt olvassuk, hogy a Szent Szellem egy galamb formájában leszállt rá. És ezt nevezzük az ő Szent Szellemmel való bemerítkezésének, vagy betöltekezésének, és az Atya pedig szólt, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát ott volt Jézus, a Szent Szellem rászállt, és az Atya szólt. És innentől kezdve kezdett el Jézus szolgálni, és innentől kezdve olvassuk azt a Lukács evangéliumban, hogy fölállt a zsinagógába, és azt mondta, hogy az Úristennek a szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem az Úr. Tehát Jézus nem szolgált addig, nincs ilyen, hogy gyerekkorában, hogy bemutassa, hogy ő milyen nagy Jani gyerek, hogy akkor mit tudom én, mesélik, hogy ott a kavicsból gyöngyöt csinált, meg nem tudom, milyen marhaságok, én nem ismerem, csak tudom, hogy vannak ilyenek. Nem szolgált, ő egyáltalán nem szolgált, ő az apjának szolgált, rendes ácsmesterséget kitanulta, és mellette az Istennek, az Atyának szolgált azáltal,
hogy tanult az írásokat, és ezért 12 éves korában már tudott az idős vénekkel velük partnerként beszélni az Istennek az igényéről. Ennyi volt. Viszont amikor rászállt a Szent Szellem, betöltekezett Szent Szellemmel, akkor pedig elkezdte az ő földi szolgálatát, és onnantól kezdve elment és gyógyította a betegeket, szabadította a foglyokat, támasztotta a halottakat, és nagy-nagy dolgok történtek a vihar lecsendesítésén át a víz borráválásán keresztül és az összes többi. Tehát akkor kezdett el, és akkor szolgált Jézus ebben. Tehát ez egy fontos dolog, de miért tudta ezt megtenni? Mert már betöltekezett Szent Szellemmel. Értitek? Tehát előtte nem, de utána viszont igen. És megint vissza kell, hogy utaljak, hogy benned is ugyanaz a Szent Szellem van, aki Jézusban volt. Nincs két Szent Szellem. Ugyanarról a Szent Szellemről beszélünk. Tehát a Lukács 4-ben felruházta mennyei erővel, utána föl is kente a Szent Szellem, utána azt olvassuk, hogy a Szent Szellem által áldozta föl magát, tehát a Szent Szellem segítette végig azon az úton, hogy eljusson oda, hogy föláldozza magát, a Szent Szellem által igazítatott meg, hát mondom az igéket, a Szent Szellem által áldozta fel magát, Zsidó 9.14. A Szent Szellem által igazult meg, 1 Timóteus 3.16. Megigazítatott a igazság szellemel. A Szent Szellem által támad föl. Tehát a Szent Szellem volt az, aki kihozta őt a Seolból, és kihozta a Sírból, és fölvitte az Atyához. Ez mind-mind a Szent Szellemnek a munkája. És ugyanígy az egyházban is. Bennünket is a Szent Szellem ruház föl. Bennünket is a Szent Szellem küld el. Bennünket is a Szent Szellem indít arra, hogy például imádkozzunk egymásért, imádkozzunk a betegekért. A Szent Szellem fog kivinni ebből a világból. Az lesz ennek a világ üdvtörténeti korszaknak a lezárása, amikor a Szent Szellem az egyházat ki fogja vinni, és ezt hívjuk elragadtatás. Egy szempillantás alatt ki fog vinni bennünket. Ugyanúgy, ahogy Jézust fölvitte a mennybe. Ugyanúgy bennünket is ki fog vinni, és a vőlegénnyel fogunk találkozni a felhőkbe. Ezt mondja a Biblia. Tehát azért a mi számunkra is egy rendkívül fontos és nagyon-nagyon nagyszerű dolog az, amit kaptunk, akit kaptunk, akit nyertünk. Na, a hívők életében is, tehát ugyanígy munkálkodik. És azt olvassuk, és a hívők életében is, hogy mivel ő a szentségnek, ő az igazságnak, ő a szeretetnek a szelleme, ő az irgalmasság, a könyörületesség, hogy nekünk vele kell élnünk, és vele kell, és hagyni kell, hogy ő hagy munkája ezeket ki belőlünk, és akkor meg fog látszani az életünk. Az Apcsel 2-ben olvassuk, hogy kitöltetett a Szent Szellem, ugye az a nagy fejezet, ami a Szent Szellem eljövetelének a leírása, és onnantól kezdve a Szent Szellem itt van a világban. Tehát nem ment ki, nem vonult félre, nem hátrált meg, hanem itt van a világban, és egészen az elragadtatásig itt is fog maradni. És nem csak a zsidókra töltetett ki, mint az Apcsel 2-ben olvassuk, hanem az Apcsel 10-ben olvassuk, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka, ráadásul pontosan ugyanúgy töltetett ki, ahogy kitöltetett az első pünkösd napján a zsidó Jézus Krisztusban hívő tanítványokra. Azt is mondjuk, hogy amikor eljött a Szent Szellem, akkor született meg gyakorlatilag az egyház. És az egyház azóta működik, azóta él, és az egyházban nagyon sok minden volt, jó és rossz egyaránt, de egyszerűen az Isten szelleme nem szűnt meg munkálkodni, és az Isten szelleme mai napig is munkálkodik, és közöttünk van, és közöttünk is marad mindaddig, amíg el nem megyünk. Nagyon-nagyon nagy dolog ez, nem győzöm hangsúlyozni. Nagyon nagy dolog az, amiben élünk. Hogy egy ilyen üdvtörténeti korszakban élünk, soha nem volt ilyen nagy, magas szintű meglátogatása az Istennek, mint ebben az üdvtörténeti korszakban. Soha nem volt. És Jézussal indult,
és nyilván Jézus lezárta az ószövetségi időt, és elindította az új szövetségi időt, de igazából a valódi egyház születés az akkor született, amikor Szent Szellem a világba jött. Ez egy óriási kiváltság. A Biblia mondja, hogy a fiúság szellemét kaptuk, nem a szolgaságnak a szellemét, vasárnap is utaltam erre a Róma levélben. Tehát te fiú vagy, és azért vagy fiú, mert az Isten szelleme, a fiúság szelleme van benne. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy igazából, ezt is már többször is mondtam, és mondjuk, hogy igazából, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, hogy igaz a Biblia, hogy mindaz, amit átértél, az nem egy fantazmagória, nem egy kitalált valami, hogy miről kapsz bizonyosságot, miről kapunk bizonyosságot, hogy mindez igaz. Honnan tudod ma, hogy például Jézus Krisztus föltámadt a halálból? Honnan tudod? Mi a bizonyítékod rá? Végig gondoltátok már? Mivel tudod bizonyítani? Onnan tudod bizonyítani, hogy a Szent Szellem kijelentette a számodra, és a Szent Szellemnek a bizonyságát adta Isten a szívedbe és a szívünkbe. És ezért tudjuk kiáltani, hogy Abba, szerelmes Atya, hogy a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy mi az Isten fiai, az Isten gyermekei vagyunk. Tehát egyszerűen ő a bizonyság, hogy az Isten igéje igaz. És ezért van az, hogy nem láttuk az Urat. Nem tudtuk megfogni, mint ahogy én megfogom ezt a pulpitust. De mégis azt mondja az Isten igéje, hogy, és ugye már Péteréknek, tanítványoknak mondja az Isten, hogy konkrétan Tamásnak mondta, hogy Tamás, mivel hogy láttál, hittél, mert a Tamás, egy picit maradjunk ennél a példázatnál, hogy a Tamás azt mondta, hogy semmiképpen nem hiszem el, hogy Jézus föltámadt. És akkor azt mondja Jézus neki, hogy Tamás, gyere ide. Tamás odajön, és azt mondja, hogy illesd az én kezeimet, az én oldalamat, lábaimat, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás lerogyik a Jézus lába elé, és azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. És erre Jézus azt mondja, hogy Tamás, mivel hogy láttál, hittél. De boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Most ez vagy te meg én. Ezek vagyunk mi, mert mi nem láttuk Jézust. Nem tudtuk megérinteni, nem tudtuk betenni a ujjunkat a oldalába, vagy a kezeibe. A sebb helyekben. Nem tudtuk megérinteni. De viszont ki az, aki nekünk kijelentette mindezt, hogy ez igaz? A Szent Szellem. A Szent Szellem. És ezért az a kereszténység, amely nem fogadja el a Szent Szellemet, mint személy, mint valóságot, mint azt, aminek a Biblia kijelenti, az a kereszténység, az egy felemás, vagy egy, inkább így mondom, hogy egy nagyon kevés, nem tudja úgy megélni, nem tudja úgy átélni az Istennek a valóságát, ahogy azt az Isten kijelenti, és az Isten akarja, hogy átélni. Értitek? És ezért küldte el Isten a Szent Szellemet. Azt mondja, hogy ő lesz az, aki minden igazságra elveszett bennetek. Ő lesz az, aki a te következendőket megjelenti neked. Ő lesz az, aki bizonyságot tesz rólam. Ő lesz az, aki megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ő lesz az, aki minden igazságra el fog vezetni benneteket. Hát miért értjük meg a Bibliát? Miért tudjuk a Bibliát elfogadni? Miért tudtak emberek akár mártír halált is halni azért, hogy úgymond kiálltak egy igazság mellett, mert tudták, hogy ez nem egy utopisztikus dolog, ez nem egy a sok közül. Nagyon sokszor mondják, hogy más vallások képviselői, hát az a lényeg, hogy mi mindjárt egy Istenben hiszünk, és hát ez a fontos. De nem igaz, ezt el kell felejteni, ez nem így van. Mi nem általánosságban hiszünk Istenben, mi tudjuk, mi meggyőződtünk, ezt írja a Biblia is. Mi teljes meggyőződéssel jutottunk arról, hogy az Isten igaz, hogy az Isten valóság, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, hogy Jézussal találkoztam, hogy Jézus bejött az életembe. Hát honnan tudod ezt? Miért állítod ezt ilyen bizonyossággal? Gondolkoztatok már ezen? Miért tudod állítani? Azért, mert a Szent Szellem benned van és meggyőzött erről. És mindig, amikor a Szent Szellemre figyelünk, akkor azt fogja mondani neked, hogy te Isten fia vagy, te jó helyen vagy, menj tovább. Ezt elrontotta, de menj tovább.
tarts ki, állj föl, ne hátrálj meg, ne fordulj vissza, menj előre, menj az Úr útján, menj azon a bizonyos úton, amin ott vannak az én gyümölcseim, ott vannak az én ajándékaim. És amikor az ember ezt hitben teszi, és hitben kilép, és hitben megteszi azt, amit az Isten igéje mond, egyszerűen megértjük azt, hogy az Isten igéje igaz. Megértjük azt, hogy ami le van írva a Bibliában, az nem egy könyv, mert könyv egyébként egy nyomdatermék, ugyanolyan nyomdatermék, mint bármelyik más. De nem nyomdatermékről van szó a számodra, meg a számomra, hanem az Istennek a legdrágább kijelentett igazságairól, és miből értem ezt meg? A Szent Szellem által érted meg, aki benned van. És ezért amikor azt mondjuk, hogy a kereszténység az nem egy törvényrendszernek a megtartása. Nem az, hogy meg kell nekem ezt csinálni, és azért mert muszáj. Felejtsd el, nem erről szól a kereszténység. A kereszténység az egy szerelmes utazás. Egy valakivel, akiért rajongsz, akit szeretsz, aki a minden a számodra. És tudod, hogy az ő számára is te a minden vagy. És onnan tudod, hogy magát, az életét odaadta érted. Honnan tudjuk, hogy Jézus meghalt a kereszten? Honnan? Hogy le van írva a Bibliában, és a Szent Szellem bizonyságot tesz belül, hogy igen, ez igaz. Innen tudjuk. Kérdés? Csak az van. Persze, nagyon sok kérdés van. Ezért be kell töltekezni Szent Szellemmel. Tehát azért mondta Jézus, hogy figyelj ide a Nikodémussal való beszélgetésre utalni. Nikodémus, aki nem születik újjá víztől és Szent Szellemtől, az nem mehet be az Isten országába. Most én is, és nagyon sokszor ezt félre magyarázzuk. Ez nem arról van szó, hogy Isten egy ilyen tilalomként állította oda, hanem arról van szó, hogy a Szent Szellem tud képessé tenni téged arra, miután újjá születtél, hogy be tud kerülni az Isten országába. Ő készít föl erre. A vele való járás, a vele való élet által válunk alkalmassá arra, hogy be tudjunk menni az Isten országába. Tehát értitek a különbséget? Tehát nem arról van szó, hogy ha nem születsz újjá vízte és szentelektől, akkor megtiltom neked, hogy bemenj. Nem tudsz bemenni, mert az a mennyországba, azt mondja ugye előtte Jézus, ami testtől született, az test, és ami szellemtől született, az szellem, és ezért mondom, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Miért? Tehát azt mondja Jézus, mert megadom neked azt a lehetőséget, hogy betöltekezz Szent Szellemmel, és a Szent Szellem által a Szent Szellem át fog alakítani téged, és képessé tesz arra, hogy bejuss az Istennek a dicsőségébe, az Isten országába. Értitek a különbséget? Érzitek? Vagy csak én próbálom? Érezni lehet a különbséget? Tehát nem az, hogy nekem meg kell csinálni, meg nekem elő van írva, meg ha én nem csinálom meg, akkor Úristen meg fog rám haragudni, és ki fog zárni, és azt fogja mondani, hogy hát öcsém, ez nulla, ez értékelhetetlen ez a dolog, amit te csináltál. Megbuktál a vizsgán. Innentől kezdve felejtsd el, hogy te bemész az Isten országába. Nem erről szól, hanem arról szól, hogy neked be kell jutni, én azt akarom. Ezt mondja az Isten. Én azt akarom, hogy bejuss az Isten országába. És ezért elküldöm a Szent Szellemet. Az Istent küldök a segítségedre, aki megfog téged, aki beköltözik a szívedbe, és végig fog vezetni azon az úton egészen úgy, hogy végül is be fog vinni az Isten. És ezért kell neked újonnan születned. Mert ha ezt nem csinálod meg, akkor nem fogsz tudni bejutni az Isten országába. Értitek? És ő a Szent Szellem. Ő az az Isten, aki bennünket erre képessé tud tenni. Nem tud nem Isten bekerülni az Isten országába. Értitek? Nem tud. Tehát át kell alakulnunk. És ezért beszélünk, ezért hatalmas dolgok ezek. Az ember is, az ember, ahogy beszéltünk róla, az ember Isten tökéletesnek teremtette. Teljesen perfektnek. Teljesen minden vonatkozásban tökéletesnek teremtett bennünket az Isten. És amit ellopott tőlünk az ördög, azzal, hogy eladtuk ezt a fajta hatalmunkat, eladtuk azt a fajta kiváltságot, ami az embernek volt, hogy uralkodjék az egész teremtett világ fölött. Jézus ezt adta vissza, egyrészt azáltal, hogy meghalt, és ezzel jogilag visszatett bennünket az eredeti állapotunkba, másrészt elküldte a Szent Szellemet, és az Isten szelleme benned, és én bennem, vezet vissza az Isten fiúságba.
És ezért tudsz Isten fia lenni. Ő miatta tudunk Isten fiai lenni. Hú. És értitek? Ezért leszel te is. Most ugye megint nem eretnekségről akarok beszélni, ezért leszel te is az Isten szemében egy isteni rangra fölemel. Így nézel ki. Tehát nem az a nyomorult senki házi vagy, akinek mondanak, vagy akinek érzed magad, hanem Isten fia vagy, Isten családjába tartozol. Emil mondta ugye itt, hogy herceg, valamelyik, hogy herceg. Igen, herceg vagy. Örökös vagy Krisztussal. És minden ajándék, és minden lehetőség, és minden jó dolog a rendelkezésedre áll, hogy ezt a földi életet ne egy ilyen kinkeservesen megfúst. Lehet, hogy van, akinek nehézségei vannak. Persze, én nem is ezt mondom. De nem az, hogy kinkeservesen megfúst, hanem hogy birtokba vedd az örökségedet. És hogy egy hete a Karesz is mondta, hogy ez biztosan így van, ez biztosan a tiéd. Tiéd a gyógyulás, tiéd a szabadulás, tiéd a bűnbocsánat, tiéd az ígéretek, tiéd minden. És ez nem majd a tiéd, hanem ez befejezett múlt formájában a tiéd. Egyszerűen Isten neked adta, ez a rendelkezésed rá. Élj vele! És meg fogod látni azt, hogy ezek működnek, ezek a dolgok. Mert egyszerűen az a Szent Szellem, aki benned van, ő az egészségnek, a szépségnek, a harmóniának, az igazságnak, a tisztességnek, a szeretetnek és az összes többinek, ami szép és jó van ebben a világ mindenségben, ő a képviselője. Ő maga a szeretet, maga az igazság, maga a tökéletesség, maga a szépség. Értitek? Tehát nem arról van szó, hogy a mi kereszténységünk, hogy jó, hát küszködünk, vergődünk, elesünk, fölállunk, csak igen, ezek mind benne vannak, de ennél ezerszer nagyobb az, ami az elhívásod és az elhívásod. És hogyha ebből az identitásból kizökkent bennünket akár a körülmények, akár bármi, akkor valamit nagyon nem értettünk meg, és én azért beszélek róla, és azért kell, hogy ez mélyen megalapozottá váljon az életünkben. Hogy amikor kimész erről a helyről, akkor tudjad, hogy te ki vagy, a Biblia szerint. Hogy az a Szent Szellem, aki benned van, ő mindennél nagyobb. Ő mindenkinél hatalmasabb. És egyszerűen vele való együtt mozdulás, ez a feltétele annak, hogy valóban sikeres és áldott keresztény legyél, és ez nem üdvösség kérdése elsősorban, hanem hatékonyság kérdése, meg így oda kell visszautalja. Oké. Ki az, aki nincs betöltekezve a Szent Szelleme és nem szól nyelveken? Van ilyen köztünk? Szerintem én azt gondolom, hogy nincs, de mégis azért megkérdezem. Mert még egy dolog lett volna, de nem fogok belekezdeni, hogy a nyelveken szólásról, majd lehet, hogy a következő alkalommal, vagy egy másik alkalommal még azt befejezem, most inkább hagynék helyet arra, hogy kérdezzetek, hogyha van kérdés bennetek a elhangzottakkal kapcsolatosan, vagy bár, mivel, de mondjuk az elhangzottakkal. Mondjad, Feri, kérdés. Azt szeretném megkérdezni, hogy a apostolok cselekedetében van egy olyan rész, amikor azt mondja, hogy már nem is tudom, hogy hova, hogy elmentünk volna, de Jézus lelke nem engedte. Igen. Ez tulajdonképpen ez ugyanaz a Szent Szellem? Igen. Tehát akkor igen. Jézus lelke tulajdonképpen ugyanaz. Ugyanaz. Csak egy más kifejezés az elme. De akkor tulajdonképpen ő nem egy szent kettősség van, mint egy szent háromság. Tehát, hogy érted, miért gondolok. Miért lenne? Hát ja, hogy van Jézus szelleme és a Szent Szellem? Erre gondolsz, vagy nem? Nem, hanem hogy a Jézus szelleme meg a Szent Szellem az egyiség. Az teljesen egy is ugyanaz. De hogy akkor miért szent háromság, és miért nem csak szent kettősség? Hát mert van az Atya, igen. A Fiú, igen. És a Szent Szellem. Azt értem, de a Fiú... tehát a fiúnak a szelleme, az a Szent Szellem, nem? Nem, mert pontosan ugye ez a titok benne, az egész, és ez valóban az Új Szövetség nyilatkoztatja ki, hogy a Szent Szellem, és ezért beszélünk róla, önálló személyiségi jegyekkel bír és rendelkezik. Tehát úgy, ahogy Jézus is bír az Atyától eltérően, vagy hát Atya mellett is önálló személyiség jegyekkel, ugyanígy a Szent Szellem is. Tehát van önálló akarata, van önálló gondolata, van önálló ismerete. Például ugye azt mondja Jézus, hogy minden bűn megbocsájtatik,
De aki a szent, azt mondja, még aki az ember fia ellen szól káromlást, az is megbocsájtatik, de aki a szent szellem ellen szól káromlást, az nem bocsájtatik meg se ezen sem. Tehát valahol ott is kiemeli azt, hogy igen, ő egy önálló személy, egy önálló valóság, aki nem azonos ilyen értelemben, mert azt mondja, hogy Jézus mondja, hogyha még az ember fiát is szidják, vagy káromolják, de az megbocsátott, de aki a szent szellemet, az nem, ezzel is ugye szétválaszza, holott, hát persze egy. De ilyen értelemben egy. Amikor Jézus azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk, hát akkor itt se lehetne különbséget tenni. De mégis különbséget tudunk tenni. Noha mondom, én ezt mindig nagyon hangsúlyozom, hogy ezt nem szabad egy ilyen nagyon merev és mert ebben rengeteg titok van. Azt mondom, Timoteus levélben mondja, hogy felette nagy a kegyességnek emelt titka, hogy Isten megjelent testben, megigazodtatott szellemben, meglátottott az angyaloktól, és fölment a dicsőségbe. Tehát azt mondja, hogy egy felette nagy titok. Tehát nem tudjuk ezt teljesen szétfidézni, hogy most ez az atya, ez a fiú, ez a szent szellem, de a Biblia egyértelműen mondja, hogy különbséget lehet tenni, de amikor működik az Isten, akkor nem tudod ezt így szétválasztani. Mondja is nekik, hogy nyugodjatok meg, nem hagylak titeket árvákul, árnéktek a vigasztot, árnéktek az atya helyettem. Vigasztalok. Elküldöm az én szent szellememet. Tehát tulajdonképpen ez van, hogy elküldöm az én szellememet. Tehát akkor ez benne van, de én... De mégis elküld. És utána bennünk van. Tehát valóban az a szellem, mégis van különbség. Igen. Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye azt mondja Jézus, hogy ő elmegy, és jobb nekünk, hogy eljött a vigasztaló. Most ezt eddig mindig is értettem, hát amennyire így tőlem telhető. De azt nem értem abba az egészben, hogy ő nehéz megfogalmazni. Utána eltelt nagyon sok idő. Eltelt több száz év, eltelt 2000 év végül is, és nem igazán lehetett látni az apostolokon kívül, vagy talán még az utánok való generációkon kívül, hogy betöltekeztek volna emberek szent szellemmel, nyelveken szóltak volna, és azok a megnyilvánulások, ami a mi életünkben is egyen-egyenként mindnyájunk életében megvalósultak, tehát a megtérés, tényleg a szent szellemnek a vétele, az nagyon-nagyon sokáig nem volt, és igazából talán egy olyan 150-200 éve van, hogy amit mondtál, hogy a szent szellem korszaka, hogy... Nehogy félrejtsd, ezt nem vitatkoznak. Nem, abszolút, jó, értem. Hogy van az, hogy 200 éve, vagy akkor erősödött ki még jobban az, hogy kiteljesedik jobban a Szentlélek munkája? Nem, mindig volt. A Szent Szellemnek mindig volt munkája. Csak kétségtelen, hogy sokszor, mint egy ilyen búvó pata működött emberek életében. Nem volt egy ilyen nagy nyilvánossága a Szent Szellem munkáink, és többek között azzal is indokolják az utolsó időket, vagy a végidőket, vagy hogy ennek a korszaknak a vége felé járunk, hogy most ismét az apostolok cselekedetei korszakhoz hasonlóan valahogy előjött ez a búvó patak. Ez mindig volt. Tehát a Szent Szellem mindig munkálkodott, és felekezett, tehát ugye kialakult a katolikus egyház, ugye 300-tól arról beszélünk, és ott is voltak mindig olyan emberek, akik a Szent Szellemtől indítatva voltak, és képviseltek igazságot, rendszerint megégették őket, vagy valami ilyen mártírhalált kellett halniuk már kezdettől fogva, mert ugye mindig szemben álltak a vallásos világgal. Ugye a vallásos világ a maga antikrisztusi formációjával, és az igazság a maga krisztusi formációjával, az mindig ütközött egymással. Tehát volt. Tehát ez egyértelműen az egyház történetből kimutatható, hogy volt, meg is vannak bizonyos személyek nevezve, akiket ismerünk, akiket tudunk. Csak az egy ilyen, az valóban, mivel a katolikus egyházi rettenetes módon eltiporta ezt a dolgot, ez nem tudott úgy nyilvánvalóvá lenni. Biztos, hogy meg fogjuk tudni. Tehát amikor az Úrnál lesz, akkor meg fogjuk ismerni ezeket a szenteket. És akkor eljött az utolsó idők, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten hozott olyan hatalmakat, olyan uralmakat, mint például a kommunistákat, akik egy rettenetes pusztítást végeztek úgy egyébként, de ezzel a pusztítással egyet elvégezték azt is, hogy például kiirtották ezt a fajta hamis vallásos dolgot, ők az emberrel együtt kiirtották, és ezzel lehetőség nyílt arra, hogy elindult például egy valóságos ébredés, elindulhat. Vagy például az, hogy Európában volt egyre elviselhetetlenebb a helyzet, és ezért az Istenben hívő
protestánsok, azok kiszögdöstek Amerikába, egyszerűen az új földre, és ott egy létre tudták hozni a világ legnagyobb protestáns bibliai alapokon álló államát a mai napig is. Tehát ezek Istennek a munkái voltak, és aztán voltak olyan meglátogatási, de az már ebben a bizonyos 150-200 évben mindenképpen benne van, amikor Isten egészen elképesztő módon jelekkel, csodákkal és olyan emberekkel, akiket felkent, tett bizonyságot az ige mellett. Amire azt mondják szintén az egyház történészek, hogy az apostolok cselekedetei korában, vagy akár Jézus korában voltak olyan szintű gyógyulások és csodák és jelek és halottak, föltámadás és mindenféle. Az indonéz ébredésről olvasunk, hogy ott is például a vízenjárás, vízborrá válása, úrvacsora, akkor ez szinte természetes volt az embereknek. Tehát az egyház az mindig is, a 2000 év alatt mindig is működött, csak van, amit nyilvánvalóban jobban tudunk, és van, amit kevésbé. De működött. És valamikor maga Isten is, hát Jeremiás mondja, hogy olyan lettél számomra, mint egy búvó patak, vagy mint egy olyan patak, aminek a csalóka patak, aminek a vizére nem lehet számítani, hogy tudod, a búvó patak elbújik, és egyszer csak ott fölbukkan megint, és amikor itt keresed, akkor nem találod, hogy hol van. És volt ilyen az egyház történetben is, amikor annyira nagy volt a sötétség, az elnyomás, hogy egy ilyen búvó patakként működött az egyház mindig működött. A Szent Szellem nem vonult ki. Tehát egyszerűen lehetetlen, hogy kivonul. És én személy szerint ez az én meggyőződésem. Én azt gondolom, hogy az antikrisztusi rendszer is addig nem tud egy totalitárisan a Földet leuralni, amíg a Szent Szellem itt van, mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Egyszerűen a Szent Szellemnek ki kell menni, ki kell vinni az egyházat innen, hogy utána majd ez az antikrisztusi, totális antikrisztusi rendszer el tudja uralni a Földet, és ez egy óriási dolog megint. Nagyon nagy reménység. Én nekem ez személyesen teljes meggyőződésem és hitem van ebben, hogy ez így lesz. Nem tudjuk, hogy mikor, de hogy így lesz. Akkor abban az időszakban hogy fognak tudni megtérni az emberek a Szent Szellemnél? Valószínű, hogy az a megtérés az egy múltból való ismeretből fog fakadni, és mártiromsággal fog járni. Mert beszél a Biblia arról, hogy ezek mártirok lesznek. Tehát valószínű, hogy azok az emberek, most ugye maradjunk annál a példázatnál, amit Jézus mond, hogy ketten lesznek a balomba, vagy ketten alszanak egy ágyba, az egyik fölvétetik, a másik itt hagyatik. Mondjuk ez egy házaspár. Tehát mondjuk a házaspárnak a egyik tagja, mondjuk a feleség, tekintet, hogy hölgyek többen van, mondjuk a feleség Isten félő, és ezért ő elragadta. De a feleség egész életében bizonyságot tett a férjének, és mondta, hogy figyelj, vissza fog jönni az Úr, meg lesz az elragadtatás, meg fogod látni, meg fogod, higgy benne, ő nem hisz, ő így, meg úgy. Na egyszer csak eltűnik az, hogy egy ilyen természet fölötti módon, akkor ez az ember két választás előtt fog állni. Vagy azt mondja, hogy mit tudom én, milyen trükk most majd hol van, és keresheti a rendőrséggel, de ugye mindenki azt fogja mondani, hogy eltűntek emberek, stb. Az egy nagy hacacári lesz, akkor meg fog bolondulni, meg fog bojdulni a világ. Mert el fognak tűnni milliói, sőt, talán milliárdjai az emberek. És akkor ez a férfi két döntés előtt áll. Vagy azt mondja, hogy hú, az asszonynak igaza volt, de nagy marha voltam, hogy nem hittem. De hülye voltam, hogy nem fogadtam el. És magába száll, és azt fogja mondani, hogy mégiscsak igaz az egész, mégiscsak van Isten, mégiscsak van elragadtatás, mégis igaz a Biblia. És így magába száll, de jönni fog az antikrisztusi rendszer, amit bedarálja, és hogyha ő magába szállása lesz olyan erős, hogy kitart, akkor meg fog halni, mártír halál. És ezt ettől megőrizte volna Isten, azzal, hogy elragadtatik, de bedarálja ez a rendszer, de ha hűséges marad, akkor ő az ő mártiromságán keresztül üdvösséget nyer. Sőt, még lehet, hogy el is fogja másoknak mondani, a szomszédoknak például. Tehát nem a Szent Szellem fogja meggyőzni őket, hanem egy ilyen ismeret fogja fölkelteni, fölkeltheti a lelkiismeretüket arra vonatkozóan, hogy az Isten igéje például igaz. De azért az egy más korszak lesz, az egy teljesen más időszak lesz. Teljesen más feltételekkel, teljesen más erőviszonyokkal. Ezért mondja az ige, hogy hát bölcs szüzek legyünk, akik várják a vőlegényt, hogy elmenjünk vele, hogy ne maradjunk ki. Ne kelljen utána kóvályon. Igen, van még kérdés? Én nekem lenne, hogy a Szent Szellem, hogy arról beszélünk, hogy
megmondni, hogy térjünk meg, vízált a keresztet, aztán Szent Szellem betölkez, és kapjuk a Szent Szellem ajándékait. Igen. Most a Szent Szellem mindig bennünk van, hogyha Isten igével foglalkozunk, és akkor az ajándékok, a szeretet, ami bennünk tud létrejönni, a megbocsát, és épp a tulajdonságot, amit felsoroltunk, az mind Istentől egy ajándék, Szent Szellemtől, mi tudunk mások lenni, ugye ő általa. És amikor van külön ez az alkalom is, hogy bármelyik alkalommal én ott vagyok, Isten tisztel, vagy csak otthon imádkozunk úgy többen, akkor mindig egy nagyon jó érzés, ahol boldog vagyok, ahol sírnék, vagy igen, egy ilyen nagyon nagy szeretet el tud engem önteni. És én ezt tartom betöltekezésnek. Igen. És amikor sokszor meg látok olyat, vagyis már láttam még, amikor még nem is voltam megtérve, de láttam olyan betöltekezést, ami nagyon-nagyon megbotránkoztatott, hihetetlen módon. Az micsoda? Az is a Szent Szellemtől jön? Hát ezt nehéz így elmondani, hogy mert lehet a Szent Szellemtől is extatikus, tehát ami szemünk látványának esetleg rendkívüli vagy különleges, és az lehet nagyon a testtől is. Tehát ez most úgy nehéz, mert ezt látni kéne egy jelenséget. De például ott van ez a lány, aki ott rohangál a gyülekezetben most. Tudjátok. Az ő betöltekezése, az, meg vagyok róla győződve, vagy az nem a Szentlélektől van, hanem az emberi pszichéből van. Igen, látszik is, hogy... És ott látszik is, na most érted, tehát ezt mondjuk ennél a szituációnál meg tudom mondani. Most az, hogy valaki visít egyet, vagy rohan a Szentlélektől, ez lehet Istentől is, mert elképzelhető ilyen. És lehet a teljesen a pszichéből, az emberi pszichéből. Az biztos, hogy Isten vesz. De figyelj, de ha el tudom képzelni, hogy így Isten meggyógyít, hogy nem fogsz szépen csak úgy állni, és azt mondani, hogy jaj, de jó, hanem lehet, hogy te is körbe rohanod a fél országot, vagy a fél várost, és mindenki ez elrohansz, és azt mondja, hogy tessék, itt vagyok, és ezt tette velem az Isten, és biztos, hogy más, az örömnek egy más szintje, vagy a diadalnak egy más szintje, amire azt mondják a kívülvalók, hogy nem mit csinál, mi történt ezzel az emberrel, de te tudod, hogy mi történt vele. Tehát nehéz ezt így megmondani. Kétségtelen, hogy a 90-es évek közepén az a bizonyos új hullámos, örömkenetes dolog, amire gondolom utaz, ott valóban volt olyan, ami meggyőződésem, hogy a Szent Szellemtől volt, és a többsége, vagy nagyon sok volt olyan, ami megvihamattól volt. És ez kétségtelen, hogy ez okozhat megbotránkozást, és okozhat egy megütközést. De hát ezt tudomásul kell venni, hogy mivel emberek vagyunk, emberek esetében ilyen dolgok is szélsőségekre tudnak kerülni. Ez kétségtelen. Te is akartál, hogy van még? Nem, végül is ugyanezt kapcsolódott volna, tehát kaptam rá választ, csak annyival konkrétabban kérdeztem volna meg, mert így, ahogy említetted a lánynak az esetét, aki jár hozzánk a gyülekezetben, én beszélgettem utána vele, négyszer közt egy pár mondatot, és ő például mondta nekem, hogy ő nagyon erős gyógyszereket szed, tehát az ő esetében biztos az, tehát pszichikális gyógyszerek, ezek nagyon-nagyon erősek. Talán olyan erős, hogy annál erősebb fokú nincs is. Tehát nem is lehetne receptre kapni, annál erősebbet olyat szed ez a lány. De most tőle elvonatkoztatva, egy kicsit konkrétabban teszem föl a kérdést, hogy úgymond olyan emberek, akiknek nincs semmi pszichikális problémája. Tehát nem járnak kezelésre, nem szednek komoly erős antidepresszást, nem vesznek meg kábítószert, tehát semmi a stimulást nincs az életükben, ami ilyen szélsőségesen kiválthatna dolgokat. Úgymond egy átlag, normális, tisztagyú ember, az biztos, hogy nem tud Szentlélek által mekegni, brekegni. Tehát igen. Most én ezt így kimondom konkrétan, ez egy picit erős. De engem ez az, ami a legjobb az, mert az, hogy valaki elájul vagy sír, mert én is majd elájultam, mert meg én is sírtam, meg én is borulok le az Isten elé. Tehát azt tudom, hogy a Szentléleknek egy nagyon tisztító és egy nagyon jó munkája, és ez kell is a véletőben. De már vannak olyan szélsőséges megnyilvánulás, amit semmi értelmét nem látom annak, hogy ennek valamilyen formában az Istenhez köze lehetne. Állati hangot. Igen, de óvatosnak kell lennünk. Tehát abszolút értem a felvetésed. Óvatosnak kell lennünk, mert nem korlátozhatjuk le a Szent Szellemet. Amikor a pünkösdi mozgalom elindult, és létrejött ez a karizmatikussága, hogy így mondjam, vagy visszanyerte az egyház a karizmatikusságát, akkor például azokat az embereket úgy hívták, hogy a szent fetrengők. Tényleg így jött be az egyház történelme a nevük, azért, mert ők a Szent Szellemmel való betöltekezést ilyen egészen extatikus módon élték meg, hogy leestek a földre, ott fetrengtek, meg
közben, mit tudom, milyen hangokat adtak ki. És azért is hívták szent fetregnőnek, mert tudták, hogy szent emberek, tudták, hogy igaz emberek, tudták, hogy Isten emberei, meg ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon Isten emberei, de hát közben csináltak olyanokat, amitől mindenkinek a haja égnek hát. Ez előfordulhat így együtt. Amikor a Dávid felfosztódott és táncolt az Úr előtt, és azt mondta neki a Mikál, hogy na hát nagyon szép volt most az Isten, a király az Isten előtt, meg az, a nép előtt, na hát ez a király. Miért? Mert Dávid egészen kivetkőzött magából, de tényleg szó szerint úgy tűnik. Tehát valami olyat csinált, ami megbotránkoztatóvá is válhatott. De az 100%-ig a Szent Szellemtől volt a Dávidnak az esete. Vagy például Saul, amikor, akinek tényleg nem jó szándékkal volt, elment, a proféták közé került, akkor levetkőzött és fetrengett a földön a profétákkal, és azt mondták, hogy néni, a Saul is a proféták között van, mert rászállt az Isten szelleme. Tehát mondjuk, ha most valaki ledobálná a ancukját is itt, mit tudom, fetrengen előttünk, hát biztos, hogy nem fölvetődnének bennünk bizonyos gondolatok ezzel kapcsolatosan, hogy na most ez akkor kitől van, de van rá a Bibliában példa, hogy és azért csak azért mondom, hogy óvatosnak kell lennünk, és látod, egy-egy szituációt meg tudunk vizsgálni. És azt tudjuk mondani, hogy ez az Úrtól volt. A másik nem. Én magam is volt úgy, hogy amikor az én pszichém is benne volt, különösen ezekben a 90-es évek időszakában, és nem minden volt az, és volt, amikor tényleg elkapott a Szentlélek, és például a Szent Szellem jelenlétében nevettem, és kerültem egy ilyen át. Tehát magam is átéltem ennek a kettősségét. Igen, mert a természet feletti találkozik a természetesen, azért ez az a reakció. És akkor ott lehetnek olyan dolgok, amik a természetes ember számára egy kicsit magasabb vagy. És azért is még azt kérdezem, az is nagyon fontos dolog ez, mert ugye sokat szoktunk beszélgetni arról, hogy buzdít minket a Feri arról, hogy sokat tegyünk bizonyságot a családba, baráti körbe, és ez nagyon-nagyon fontos. Hogy beszélgettem emberekkel, ugye a társadalom minden rétegéből, ismerősökkel, barátokkal, és annyira a kereszténységről már ez a kép itt Magyarországon kezd kialakulni, hogy az a 3-4 első kérdésből biztos, hogy a 3., 4., tehát az első kérdés, amit ő utána nekem föltesz, hogy ti is fetrengtek? Ti is mekegtek? Ti is, ez az, mondom, nem, ez egy más, gyere el, nézd meg ez. Egy ember futdal, ne figyelj csak. De tényleg ez annyira köztudatban van már, hogy ez nem az a mekegős. Ez nem mekegős, ez egy szép dolog, meg jó dolog. Jó, hát ugye ezért van az, hogy a szélsőségek azok mindig megbotránkozást is váltanak ki, de nem minden megbotránkozás jogos. Tehát ez megint olyan dolog, hogy ez így van. És még Dezső, amit felvetettél, még csak egy dolgot szeretnék ahhoz hozzátenni, hogy ugye a Szent Szellem ajándékai és a Szent Szellem gyümölcsei azok ugye két kategória, amit nagyon sokszor szembeállítanak. Hogy az ajándéka fontos, hogy a gyümölcs a fontos, az egyik ezt hangsúlyoz, és nem szabad ezt így, hanem mind a kettő nagyon fontos, és valóban úgy van, hogy ahogy fel is vetetted, vagy ez az egész felvetődött, hogy igen, a Szent Szellem minden helyzetben meg akar nyilvánulni, a gyümölcsei azok ott vannak az életünkben, és meg is termel gyümölcsöt, az ajándékaival meg használni akar bennünket, magunk és mások felé is, tehát ugye akár most nem csak a csodatevő erőkre gondolok, hanem akár a nyelveken szólás ajándékával, akár egy kijelentés, egy tudománybeszéd ajándékával, amivel tudunk az emberek felé, magunk felé is, tehát és mások felé is tudunk szolgálni, és ez mindig harmóniában van. Tehát nagyon sokszor az egyház történelem során, különösen a karizmatikusok kritizálása közben állították szembe, és mondták a nem karizmatikusok, hogy hát nem az ajándékok a fontosak, hanem a gyümölcsök, ez nem igaz. Mindegyik fontos. Fontos az ajándék is, és fontos a gyümölcs. És ezzel szemben a karizmatikusok nem mondhatják, hogy hát nem az a fontos, mert így szépen ott azt mondjátok, hogy így gyümölcs, úgy gyümölcs, és meg sem mozdul soha a víz az életetekbe, mert ez sem helyes, hanem mind a kettőnek együtt kell működni. Csak ezzel akartam kiegészíteni, hogy ez egy elképesztően szép és fantasztikus nagy dolog, amiben részt vehetünk. Élünk és járunk a Szent Szellemmel. Szerintem most állítsuk le a gépet, befejeztük.